Pávai Vajna Ferenc díjat vehetett át Hajdúszoboszlóváros idegenforgalmáért szeptember 2-án Bozóki Dénes. Stúdiónkban beszélgettünk vele szállodaigazgatói tevékenységéről és sport iránti szeretetéről. Pávai Vajna Ferenc díj Hajdúszoboszlóváros idegenforgalmáért Bozóki Dénes úrnak. Bozóki Dénes a vendéglátó ágazat vezetőjeként 1974-ben került a helyi buszot igazgatóságra, és 1976-tól 20 évig az Ózdi kohászüdülő igazgatója. Hosszú ideje egészségügyi rehabilitációval foglalkozik. Az Ózdi értelmiségi családból származó vendéglátóipari szakember ötletgazdagságával és tetrekészségével évtizedekig sok oldalban gyarapította a hajdúszoboszlói sportéletet, közöttük elsősorban a kedves teniszt, valamint a nemzetközi együttműködéseket. Sportkapcsolatának köszönhető a magyar-német baráti kör megalapítása és a testvérvárosi kapcsolat Bad Dürrheim városával. Hajdúszoboszlóváros képviselőtestülete Bozóki Dénes eredményekben gazdag társadalmi tevékenységét méltatja a Pávai Vajna Ferenc díjjal. Pávai Vajna Ferenc díjat vehetett át Hajdúszoboszló városért szeptember 2-án Bozóki Dénes, akinek nem csak a turisztikai idegenforgalmi múltja jelentős, hanem a sport élete is. Egy nagyon kicsit beszéljünk erről is itt a legelején, hiszen itt megjelenik a múltjában a labdarúgás, a tenisz, a repülőtér, a hőlégbalon. Ez itt nagyon sokszínű. Hogyan jött a sport szeretete? Valahogy velem született, én magam is sportoltam, sőt, élsportoló voltam. Hogy mondjam, nagyon büszkén, hogy magyar bajnokságot is nyertem, vívásban. Egy újabb sportág? Hát egy viszonylag különlegesnek számító. Hát például Hajdúszoboszlón azt hiszem soha nem volt vívó szakosztály, legközelebbi az Debrecenben működött. Méghozzá országos színvonalon, főleg a párbajtőrezés Debrecenben. Nos, hát innen származik a sport szeretetem valószínűleg. És annál fogva, hogy 8 évig vagy 10 évig voltam a Bocskai Sport Egyesületnek az elnöke, jöttek az ötletek. És ugye az ember, ha valamit jobbítani szeretne, valamit javítani szeretne, akkor próbálja ezeket az ötleteket megvalósítani. Hát egy ilyen különlegesnek mondható ötlet volt, például többek között az, hogy a lengyel piacot megszervezzük az Egyesületnek. És akkor a lengyel piac megalakult méghozzá a mostani stadion környékén. Nagyon jó üzlet volt, szép bevételek származtak belőle. És évekig az Egyesület tulajdonában maradt. Később átkerült a városhoz, de azt nem lehet mondani, hogy utána nem volt haszna belőle az Egyesületnek, nyilván közvetve volt haszna belőle. Aztán, ha úgy az ember jobbítani szeretne, akkor jönnek az ötletek vagy belülről, vagy barátoktól, és ha az jónak látszik, akkor elindul a módszerek keresése, az eszközök keresése, főleg az emberek keresése, hogy ki az, aki tudna benne segíteni, aki egyetért vele. Többek között ilyen volt az első teniszpálya megépítését követően a hajdúszoboszlói tenisz életnek a beindítása. Jó partnereket találtunk hozzá, nem volt elég az ötlet, jó embereket, meg jó cégeket háttérnek, de kellett hozzá a város vezetése, kellett hozzá a Fákja Sportegyesületnek, a Pedagógus Sportegyesületnek az elvi egyetértése és támogatása, hiszen az ő köreikben jött létre az első tenisz szakosztály a városban. Sokra is vittük, mert NB3-ban, sőt NB2-ben is szerepeltünk. Létre kellett hozni a teniszpályákat, meg voltak az eszközök is. Valahogy sikerült összehozni az odavaló, odaillő dolgokat. Meg megtaláltuk az embereket is, mert kellett hozzá például a akkor úgymond tanácselnökön
kívül, az ő jó indulatán kívül kellett hozzá például a Tigáz jó indulata, vagy a nagyalföldi kőolaj és földgáztermelő, vagy a Govnak a jó indulata. Így aztán összejött. Összejött a pályavilágítás, összejött a pályaépítés, minden, ami hozzávaló, és sikerült. És voltak sportolók? Teniszéletet. Hogy? Volt jelentkező? Volt érdeklődő sportolók hát részéről? Akár gyerekek részéről már? Néhai jó barátom, dr. Tóth Béla, aki röntgenes főorvos volt a városban, ő például Galea Kupa válogatott volt, ő Galea Kupa kerettag volt, kiváló teniszező. Többek között ő kellett az ötlethez, hogy jó lenne teniszéletet teremteni a városban. Egy kis debreceni közreműködéssel, barátok beszervezésével létre is jött a teniszélet. Amikor az első teniszpályát 1980. márciusában megépítettük az akkori Ózdikoász üdülő, Geotherm üdülő, mai Silver Hotel udvarán, 2 éven belül 22 teniszpálya épült a városban. Érdekes történet, mert előtte több alkalommal is előkészítették a salakot a leendő teniszpályáknak, de valahogy abban az átkosban, abban a rendszerben mindig az volt a jelszó, hogy a tenisz egy fehér sport. Ez az állandó fejlesztési vágy, amiről beszélt itt az elmúlt percekben, illetve az, hogy kipróbálni valami újat és fejleszteni és jobbá tenni, ez szálloda igazgatóként is folyamatosan jelen volt az ön életében, hiszen 30 évig volt szálloda igazgató. Jelen volt az életemben, de azt gondolom, hogy elsősorban nem az volt meghatározó, hogy szálloda igazgató vagyok, hanem talán a habitusom, az egyéniségem. Egyszerűen úgy éreztem, hogy ezen a területen tudok valamit jobbítani, és amikor ezt megpróbálja az ember, megteszi, akkor soha nem gondol arra, hogy ezért majd valaha egyszer elismerés fog járni, csak úgy érzi, hogy meg kell tennie. Hála Istennek nekem sok ilyesmi sikerült, ez nagy örömömre szolgált. Bizonyos módon önző vagyok, mert mindezt saját megelégedésemre tettem. Miben volt más a városi turizmus akkor, mint most? Hát ezt a mai fiataloknak próbálnám érzékeltetni, nem egyszerű. 1989-et írunk, bekövetkezett a rendszerváltás. Hajdúszoboszlón a turizmus hőskora a gyógyvizet követően következett be. Én ezt mondanám első hőskornak. Akkor ez a gyógyvizes turizmus csak kis részben fordult külföld felé, nagyobb részt belföldi vendégek ellátására vonatkozott, és ott is szerepelt, főleg reklámként, főleg a különböző anyagokban, filmekben, újságokban. A második hőskort azért mondom, mert a rendszerváltáskor Hajdúszoboszló belépett egy nemzetközi szintérre. Erre a szintére nem voltunk felkészülve. 89-et megelőzően csak egy kereskedelmi szálloda működött gyakorlatilag Hajdúszoboszlón. Ez a Hotel Délibáb volt. A Gamlinuszt szándékosan nem említem, nagyon jól működő és kedvelt étterme volt, de a szállodája nem tartozott az említésre méltóak közé. Tehát egyetlen egy szálloda volt kereskedelmi céllal, és 89-et követően a privatizációval együtt járt, hogy nagyon sok szótüdülő szállodává alakult. Igen ám, de hát ezek nem ütötték meg a három csillagos színvonalat se. És ugye még akkor ismeretlen volt számunkra az internet, alig ismertük a videószallagokat, a videótechnikát, az abban rejlő lehetőségeket, nem voltak a városban műholdvevők, még egy olyan tradíció uralkodott, hogy a vendégek időpontra jártak étkezni, esetleg volt első, meg második turnus 12-kor, meg 1:30-kor, vagy ehhez hasonlóan. Tehát sok minden felfogásbeli átalakulás kellett, és aztán technikailag is meg kellett mindezt valósítani. Ez egyrészt ugye a szállodákra hárult, de nagyon nagy felelősség hárult, meg nagyon sok feladat a városra is ezen a területen.
ahhoz, hogy van valakinek egy háromcsillagos szállodája, akkor ez volt a fő cél. Ma már alig van háromcsillagos, inkább a négycsillagosok vannak előtérben, ami a komfortfokot illeti. De kellett hozzá egy városi háttér, egy infrastruktúra. És akkor sokkal kevesebb üzletünk volt, sokkal kevesebb, vagy gyengébben szervezett látványosságunk volt. Nem indult úgy még be az idegenforgalom, hogy kihasználja a terület, a térség adta előnyöket, a Hortobágy, Debrecen, Hajdú, Szoboszló adta háromszögben rejlő lehetőségeket. Igen, hát például megcsináltuk a szállodánkban az első műholdvevőt, 220 cm-es átmérőjű antennája volt, de akkor arra gondoltam, hogy miért csak mi élvezzük egy szállodában az előnyeit. És mindjárt átadtam három másiknak, a vasutasnak, a Diósgyőri gépgyárénak, meg a építőkének, és így egy műholdvevőről négy szállodának a vendégei élvezhették a nemzetközi műsorokat. Na de hát még az is nagy dolog volt, hogy színes tévé van-e. Ha megjelentek a szállodák reklámjai, az első években senki nem felejtett el hozzátenni, hogy minden szobában színes televízió van. Ez egy óriási dolog volt. Ma már aki ilyet ír, az kinevetik, mert annyira természetesnek vesszük. Voltak visszatérő vendégei? Nagyon sok visszatérő vendégünk volt. Egyrészt a gyógyidegen forgalom területén. Nekem a legszebb emlékeim a osztrák és német csoportok. Már akkor ugye az Egyesített Németországról beszéltünk. Az osztrák csoportok, legalább 5-6 csoport járt hozzám rendszeresen minden éve visszatérően a postás szakszervezettől. A németektől meg Rízából, ahol acélkombinát van, csőkombinát. És nagyon híres, most azóta világhírű sportváros lett egyébként Ríza, főleg az ökölvívó csarnak a révén. Rizából is 6-7 csoportom jött 40-50 fővel. Ez ami a gyógyidegen forgalmat illeti, és a nagyobb illeti, és a nagyobb ugye visszatérő törzsvendégcsoportokat. Egyéni törzsvendégek száma az megszámolhatatlan. És nagyon érdekes volt a télen megszervezett visszatérő csoportok. Január, február, március teljes holtszezon volt az idegen forgalomban, és megpróbáltuk azt a lehetőséget megragadni, hogy ebben az időszakban alapoznak, felkészülnek a főszezonra a labdarúgó csapatok. És nagyon sok csapatot sikerült beszerveznünk Magyarországról, Csehszlovákiából, Romániából, és a volt Szovjetunióból, a mai Ukrajnából és Oroszországból. A Sakhtyar Donetsk és a Dinamo Kijev, meg az Uzsgorod rendszeres vendégeink voltak. Abban az időszakban tudtuk telíteni a házat vendégekkel, amikor egyébként nem lett volna vendég. Volt is egy olyan elképzelésem és célom, sajnos egy váratlan körülmény miatt meg kellett, hogy hiúsuljon, hogy ezeknek a csapatoknak egy bizonyos területen egy edzőközpontot hozunk létre, méghozzá fűthető füves műanyagpályákkal, edzőcsarnokkal, kondicsarnokkal, öltözőkkel, stb. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy van-e olyan fejlesztés, vagy olyan ötlete, ami végül nem valósult meg, akkor ezek szerint ez a téli központ. Igen, volt ilyen is, ahol nem mondom, hogy kudarcot vallottam vele, valamiért nem valósulhatott meg. Az edzőközpont azért lett volna szép ötlet, mert a városban egyébként minden infrastruktúra adott volt. A szállodai háttér ezeknek a csapatoknak, a gyógyvizes háttér az összes gyúrókapacitással, a rekreációs lehetőségekkel, és az akkor már kialakulóban lévő wellness szolgáltatásokkal. Egy edzőközpont, ahol füves pálya is van, meg műfüves is, ráadásul gyógyvízzel aláfűtve, télen-nyáron használhatóan, az igen sokat jelentett volna, talán ma is sokat jelenthetne, de már ebben most nem vagyok olyan biztos. Említette a wellness-t és a különböző olyan terápiákat, vagy olyan lehetőségeket, amivel az egészségmegőrzést is segíthette volna a sportlók számára, és önnek is van egy ilyen külön fejezet az életében, ha lehet így mondani, a gyógyászattal kapcsolódva. Igen. Hiszen gyerekeket is gyógyított. Igen, nagyon tudom. Sokat. Két különböző területről van szó. Először, ami a saját tevékenységemet illeti, és ma is csinálom nagyon intenzíven,
az egy gyógyító orvosi tevékenység, ANTS engedélyes tevékenység, ahol légúti betegeket gyógyítunk, asztmásokat, légúti allergiásokat és légcsőhurutosokat, és pszoriázisos, pikkely, sömörös betegeket. Ez népbetegség. Minden harmadik, negyedik ember, gyerek itt a városban is ilyen betegségben szenved, meg az egész országban és az egész világon. A gyógyturizmus, ami elsősorban szerepet játszik a város életében, az ugye a rekreációs eredményessége miatt nagyon érdekes. Kevesen tudják külföldön, hogy egy 3 hetes szoboszlói gyógyvízkúra körülbelül 10-12 hónapos időtartamra regenerálja a szervezetet. Ez pedig azt jelenti, hogy újra munkaképessé válik. Nem hiányzik a munkából, nem fog betegállományba menni, egészséges lesz. Tudjuk, hogy a betegállománynak milyen egyéni és társadalmi költség kihatásai, következményei vannak. Tehát végül is ez valahol óriási megtakarítást jelent annak is, aki igénybe veszi. És a munkaadójának is, vagy esetleg az országa társadalom biztosításának. Költség megtakarítás jelent, stb. Ma is úgy gondolom, bár hozzá kell tennem, hogy minden ország, így a nyugati országok is úgymond elzárkóznak attól a lehetőségtől, hogy a biztosítottjaik külföldre járjanak. Mert inkább a saját kasszájukat szeretnék bevétellel gazdagítani, a saját betegpénztáraikat, de azt gondolom, hogy talán elérhető lenne eredményesen a különböző munkaadókon keresztül az az igény, hogy Szoboszlóra jöjjenek. Hiszen a szoboszlói gyógyvíz olyan intenzitású, akár csak a hévíz is, hogy az egész világon kevés van belőle. Sőt, Magyarország gyógyvíz minősége olyan, hogy az első 200-300 legintenzívebb gyógyvíz a világon valószínű, hogy Magyarországon található. Utána következnek a többiek, tehát ehhez képest, amit ők tudnak, az jelentősen kevesebb. Tehát végül is arra gondoltam, és talán lehetne ennek jövője, hogy olyan munkaadókkal, olyan nagy cégekkel tárgyalni, megkeresni a kapcsolatot, megismertetni a gyógyvízkúra előnyeit velük, akiknek rengeteg alkalmazottjuk van, és különösen ki vannak téve mozgásszervi, reumás, ízületi betegségeknek az alkalmazottjaik, ilyenek a bányászok, ilyenek a kohászok, ilyenek a hengerészek, a különböző acélművek dolgozói hidegbe, melegbe, a testük első felét, a mellüket 80 fokos hősugárzás éri, a hátuknál meg mínusz 10 fok van. Tehát úgy gondolom, hogy ez esetleg eredményre vezethet, talán jelenthetné egy kicsit a gyógyidegenforgalom jövőjét is Szoboszlónak. A turizmusban, idegenforgalomban nyilván jelentősége van a testvérvárosi kapcsolatoknak is. Igenis, és ezek a testvérvárosi kapcsolatok 88-ban kezdődtek. 88-ban, tessék elképzelni, még a szocializmusban élünk. Igaz, hogy már utazhattunk külföldre 70 dolláros útlevéllel, de a nyugati országok mindig valamiféle álom beteljesülését jelentették számunkra. Kimenni olyan érzés volt, hogy átléptük a határt, és mintha egész más lett volna a levegő, minden mássá változott. 88-ban kezdődtek a német testvérvárossal, kezdődött a kapcsolatok kiépítése, és 1988-ban küldtük ki az első delegációt a német testvérvárosba, Bad Dürkheimbe. Egy aranyos kis város, mindössze 6-7 ezer lakosa van, a Fekete erdő szélén fekszik, a Duna forrásától, Donau-Eschingentől 6 kilométerre. Aranyos emberek élnek ott, ezek baden-württembergiek, és gyönyörű fürdőjük van, gyógyvízük van, elég nagy a gyógyturizmus. 88-ban küldtük ki az első akkor még sportdelegációnak nevezett delegációnkat, vagy 30 fővel. Egy régi Icarus busszal mentünk, és 2 napig tartott az út, ez az 1250 kilométer mesébe illő vállalkozás volt. És
úgy gondoltuk, hogy az a fontos, hogy először mi menjünk. Nagyon nagy szeretettel fogadtak, és úgy fogadtak, mint egy szegény rokont. A szegény magyarokat, akik elnyomásban élnek, és alig van lehetőségük. Talán azt gondolták, hogy még a golyóstollat sem ismerjük. Na, ebből az első kapcsolatokból úgy kezdődött, hogy az első érdeklődő delegáció tőlük itt járt Hajdúszoboszlón. Rögtön bejelentkeztünk egy beszélgetésre, és abban a pillanatban megszerveztük, és 3 hónap múlva már ment az első sportdelegáció. Ebből aztán kifejlődött egy városok közötti kapcsolat. Egy gyönyörű kapcsolat, ami kölcsönös megbecsülésnek örvend, és aminek a 30 éves jubileumát tavaly szerettük volna megünnepelni. Sajnos a vírus, a pandémia közbeszólt, azóta is halogatjuk. Reméljük majd valamikor tavasszal létrejön ez a 30 éves jubileumi ünnepélyes találkozás itt Hajdúszoboszlón, de mi azóta is kapcsolatban vagyunk velük, és kölcsönösen érdeklődünk egymás sorsa és élete iránt. Különös tekintettel Ceglédi Gyula polgármester úr is tartja a kapcsolatot a kinti polgármesterrel. Alig várjuk ezt a jubileumi ünnepséget, és még 89-90 körül létrehoztuk a Hajdúszoboszlói Magyar-Német Baráti Kört. Annak én első elnöke voltam, most újra az elnöke vagyok, 24 tagunk van. A kintiek meg létrehozták a kinti Német-Magyar Baráti Kört, közel 70-es taglétszámmal. Ezt rendszeresen ápoljuk, kölcsönösen kicseréljük egymást. És ha tehetek valamit azért, hogy ebben mások is, ebben a testvérvárosi kapcsolatban, ne csak a hivatalos városi részbe, de bekapcsolódjanak, akkor teszek is. Így sikerült például a tűzoltóknak kapcsolatot teremteni a kintiekkel, vagy így van most folyamatban újra a gyermek zenekaroknak az esetleges cseréje a kinti testvérvárossal. Egy nagyon szép kapcsolatrendszerről van szó, amit továbbra is szeretettel ápolunk. Mit jelent önnek az elismerés? Nagyon tartalmas életút van ön mögött, nagy léptekben, nyilván nem volt mindenre idő, de nagy léptekben végig is vettük, de volt önben bármikor is olyan, hogy hát ha a komoly munka egyszer elismerésbe fordul? Vagy nem ezért csinálta soha? Ez szép lenne azt mondani, hogy nem ezért csináltam. De nem is így működik. Amikor az embernek van egy ötlete, van egy szándéka, amivel valamit jobbítani szeretne, akkor ezek a gondolatok a legmesszebb állnak tőle, hogy ez majd valaha valamilyen elismerést is jelenthet. Az ember egyszerűen megcsinálja a saját maga örömére, elégedettségére, és mégis most, amikor megkaptam ezt a díjat, hát valószínűleg ez azt is jelenti, hogy már öregszem, amikor megkaptam ezt a díjat, hihetetlen büszkeség töltött el. Nagyon büszke vagyok rá, ezzel egy kicsit közszereplővé is váltam, hiszen köztevékenységért kaptam ezt a díjat, és a nagy büszkeség mellé azért van egy felelősség is, azáltal, hogy egy kissé közemberré váltam, nem mindegy, hogy viszonyulok az emberekhez, csapatokhoz, személyekhez és magához, a városhoz. Ez kötelezettséget is jelent, de egy nagyfokú büszkeséget is. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! A jelenlegi helyzetben fontos kérdés a helyi egyházak életében, hogy milyen feltétellel lehetnek nyitva a templomok, hogyan lehet megtartani egy szertartást vagy hitoktatást. Ezekre a kérdésekre a helyi római katolikus egyházközség esperese dr. Lipták József adott tájékoztatást. November 11-től újabb szigorítások léptek életben. Hogyan érinti a gyülekezetet? Nyitva lehetnek-e most a templomok? Hogyan lehet a szertartásokat megtartani jelenleg? Igen, ez egy alapvetően fontos kérdés a helyi egyházak életében. Ami bennünket, a helyi római katolikus egyházközséget érinti, az a következő. Tehát gyakorlatilag a szigorításokat követően
a püspökkari konferencia egy körlevelet bocsátott ki, és ezen körlevél kibocsátását követően a mi főpásztorunk külön nem reagált semmilyen formátumban sem ezen körlevélre, hanem néhány részét ennek a körlevének ismételte meg, vagy idézte. Ami abban nyilvánul meg, meg abban mutatkozhat meg, hogy nyilvánvalóan a szentmiség szempontjából volt ez számunkra fontos, főként a vasárnapi és az ünnepnapi szentmiség szempontjából volt ez fontos. Világossá tette a püspöki kar, hogy nincsen szándékában a templomokat, a római katolikus templomokat bezárni, legalábbis egyelőre ez a szándék nem mutatkozik, nem látszik. Ugyanakkor azt mindenképpen egyértelműsítették, hogy azokat a szigorításokat, vagy azokat az előírásokat, amelyeket korábban ugye már előírtak, vagy bevezettek, azt nyilván továbbra is meg kell tartani. Hiszen maga az állam nem korlátozza az egyházaknak a gyülekezeti jogát, tehát az egyháznak a belső fórumára bízta azt, hogy hogyan és milyen formátumban fogják majd gyakorlatilag ezt az egész dolgot elintézni. Nos, nálunk tehát az született, hogy a templom nyitva maradhat, és a szentmiséket bemutathatjuk. Mivel 5 naponként kevesebben vagyunk a szentmisén, ezért a kápolnában mutatjuk be a szentmisét. Az nagyjából 8-10 ember, hogy kényelmesen elférjünk a kápolnába. Viszont vasárnaponként eddig úgy történt, hogy szeptember és október hónap folyamán kint voltunk a szabadban, a közösségi háznak az udvarán voltak a szentmisék bemutatva, nagyjából láttuk 6-8 vasárnapon keresztül, hogy hányan vagyunk, és olyan 130-140 ember volt legtöbb alkalommal, és ezért mi ezt háromfelé osztottuk, hiszen templomunkban minden második padot lezártunk, és minden padban maximum 3 ember ülhet csak, ahová elhelyeztünk ülő párnákat, és hát elkészítettünk belépőkártyákat piros, fehér és zöld színben. A piros színű az a reggel 8 órakor kezdődő szentmisére szól, a fehér az a 10 órakor, a zöld pedig az este 6 órakor kezdődő szentmisére szól, és elmondtuk azt, hogy kik hogyan és milyen formában jöjjenek. Így is történt, hál' Istennek, az utóbbi néhány vasárnapban, és olyan nagyjából 40-es átlagot lehetett számolni, picivel többen voltunk, szépen mindent betartottak. Viszont most az újabb szigorítás tekintetében, amely a múlt héten szerdán lépett életbe, nagyon látszott az a hétvégén már, hogy jóval kevesebben voltak, ezért a jövő vasárnaptól, tehát 22-től kezdődően csupán csak 2 szentmisét mutatunk be, mert összesen olyan 90 ember volt a templomba vasárnap november közepén, és ezért nem látjuk értelmét annak, hogy több misét mutassunk be. Ami a szentmisék bemutatását illeti. A temetések tekintetében pedig ugye azt a speciális intézkedést hozta a püspöki kar, hogy lehetőleg ne zárt térben történjen maga a temetés, hogyha lehet, akkor a ravataloszón kívül, vagy a sírnál történjen meg. Az elmúlt alkalmakkor gyakorlatilag temettem, és hát kétszer, mivel koporsós temetés volt, bent voltunk, kétszer pedig kint voltunk a sírnál, ahol eltemettük, és elhelyeztük az illető személynek a hamvait. A keresztelések és a házasságkötések tekintetében pedig azt kérte a főpásztor, pontosabban a püspöki kar, hogy amennyiben nem sürgős, annyiban lehetőleg toljuk el mind a kereszteléseket, mind a házasságkötéseket, tehát hogyha egy mód és lehetőség van rá, akkor most e tekintetben ne működjünk közre. Még egyszer mondom, megbeszélve nyilvánvalóan az adott felekkel, akár házasságkötésről van szó, akár család szempontjából egy gyermek kereszteléséről van szó. Ami igazából a gyóntatást illeti, nyilván nagyobb térben vagyunk, ahol el tudjuk ezt végezni, és igyekszünk megtartani magát a másfél-két méteres távolságot. Tehát nagyjából így alakul a házasságkötés, a keresztelés, temetés és a szentmisének a bemutatása. Ami a hitoktatást illeti, azt tudom elmondani csak, hogy
Általában a plébánián elsőadozási, bérmálkozási hittanulák vannak, ifjúsági hittan, sem elsőadozási, sem bérmálkozási hittan nem indítottunk el, pontosan azért, mert látszott az, hogy előbb-utóbb ezeket az órákat nem lehet majd megtartani, mert nyilván nem lehet úgy összeülni, csak ifjúsági hittan volt egy néhány, személye és néhány alkalommal találkoztunk, velük majd más formában folytatjuk a hittanóráknak a bemutatását. Egyébként pedig, mivel az elemi iskolákban lehetséges a hitoktatás, ezért mind a négy intézményben, pontosabban öt intézményben jelen vagyunk, mind a református, a Göncibe, mind a Tökölibe, mind a Városba, mind a Pávaiba, és nyilván már egy csoportunk a Hűgyesbe is, hiszen ott ugye hatosztályos gimnáziumról van szó. Mennyire tapasztalható az, hogy csökken a látogatottság? Hát most azt nem tudom pontosan megmondani egyelőre erre a kérdésre, úgy nem tudok válaszolni, hogy mennyire csökkent drasztikusan. A 130-hoz képest nagyjából most olyan 90-en voltunk, tehát ha jól számolunk, akkor nagyjából olyan egyharmadával csökkent a létszám. Nagy valószínűséggel most hétvégén, meg következő hétvégén, ha lesznek a szentmisék, akkor tudjuk majd megmondani, összesítve két-három vasárnapot, hogy mennyire csökkent a létszáma. Várhatóan csökkenni fog, hiszen múlt héten szerdát a református testvéreink ugye már bezárták, mind a templomot, mind pedig a lelkészi hivatalt, ott csak telefonon vagy online formában lehetséges maga a szertartás, illetve a találkozás. Ugye nálunk ez még nincs, valószínűleg tartom, ez valamilyen szinten negatív hatást is gyakorolhat majd ránk, mert hogy ha ott nem kell menni, akkor valószínűleg tartom, többen azt fogják majd mondani, hogy ők is megnézik a templom, mi közvetítéseket, televízióban, interneten, vagy bármilyen más formátumban, és emiatt talán kevesebb lesz a templomba lévő, fizikailag jelenlévő híveinknek a létszáma. Lassan közelednek az karácsonyi ünnepek. Hogyan tudnak készülni most az adventi hétvégékre? Hát nálunk ez mindig kiemelten fontos és jelentős volt, ugyanis családok olvastak föl imádságukat, és gyújtották meg gyerekeikkel együtt a szentmiséken az adventi koszorúna gyertyákat, akár egy, kettő, három vagy négy gyertyát. Hát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy hát sok mindentől függ. Egyelőre azt látom, hogy mindenképp lékeny, ha emelkedni fog a fertőzéseknek a száma, vagy az állam Ausztriához hasonlóan még szigorú korlátozásokat fog majd bevezetni, akkor nyilvánvalóan nem tudunk arról beszélni, hogy mi lesz a készület, akkor valószínűleg át kell állnunk nekünk is az online formátumú mise közvetítésekre, ahogy volt ez március, április és nagyjából május hónap folyamán. Tehát ez még azért nyilvánvalóan képlékeny dolog. Kevés esélyt látok rá, hogy olyan formátumban tudunk készülni karácsonyra, mint ahogyan eddig tettük ezt. Én azt gondolom magamban, hogy maga ez a vírus helyzet is hozzájárulhat ahhoz, hogy most azért bensőségesebb lesz a karácsony, amiatt azt értem, hogy inkább a családok közösen együtt otthon tudnak majd készülni az adventi időszak folyamán arra, hogy otthon szülessék meg mindannyiunknak a szívében Isten fia. Nyilvánvalóan ez abból a szempontból volt jó, hogy sok azért az egyedülálló özvegy ember vagy asszony, és ő nyilván inkább itt élték meg a családnak az ünnepét, hiszen nem mindig tudtak együtt lenni a saját családtagjaikkal. Éppen ezért ez most ebből a szempontból is sajátos lesz. Tehát van, ahol meg tudják ünnepelni bensőségesebben, egyfajta saját családi karácsony templomon kívül már nem lehetséges, mások számára pedig más formátumot kell keresni nyilvánvalóan, mert most a templomban kevés esélyt látok arra, hogy meg lehessen úgy ünnepelni a karácsonyt, ahogy korábban történt ez, de hát nyilván meglátjuk majd néhány hét eltelte után, hogy milyen egyházi, pontosabban milyen világi és egyházi rendelkezések lépnek majd életbe, és
mi az, amit lehet majd ennek fényében a templomainkban, mint karácsonyi készülődést, meg ünnepet megtartani. Ehhez hozzáfűzném azt, hogy mivel képlékeny sok minden, lehet, hogy amit most elmondtam, néhány nap múlva már értelmét és hatályát veszti, mert lehetséges, hogy más rendelkezések is lépnek életbe. Nyilván, amit most elmondtam, az a mostani helyzetet tükrözi elsősorban. A november 11-től hatályos szigorítások következtében általános rendezvénytilalom lépett érvénybe, be kellett zárniuk a szórakozó helyeknek és a vendéglátó egységekben tilos a helyben fogyasztás, kizárólag csak elvitelre lehet rendelni. Tavasszal az újranyitások kapcsán több helyi vendéglátót kerestünk fel, azzal, hogy milyen feltételekkel nyithattak ki. Ez alkalommal a szigorítások kapcsán Pál Szabolcsot kérdeztük, jövő héten láthatják a beszélgetést. Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy a november 11-i szigorítások következtében a református templom bezárta a kaput a hívek előtt. Ennek ellenére a vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletet megtekintheti közösségi felületeinken és a televízió csatornánkon. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!